Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Bennis című sorozatunk újabb epizódjával, csak közben füleltem, hogy a zene az hallható-e, mert most valami nagyon halkan akart bejönni nálam itt a fülembe. Úgyhogy akkor ezzel a sorozattal folytatjuk tovább, és tartottam egy kis ebédszünetes pihenőt egyébként, úgyhogy újult erővel egy kis, hát majd egy órás gondolkodás után, hát akkor vágjunk bele a játékba. Ugye Dublin városát kezdtük el fejlesztgetni folyamatosan így a játékban. És ugye ott tartunk jelen pillanatban, hogy van 3 darab felnőttünk, és van 1 darab gyermekünk. Viszont a előző adásban azt tettem föl problémaként, kérdésként, hogy lesz ebből további gyerekszülés, vagy micsoda. És éppen ezért én most bemerek kockáztatni egy olyat, hogy engedem a játékot, hogy menjen. Egészen addig, amíg 2 felnőttem meg nem hal, vagy 1 felnőttem meg nem hal. Mondjuk kor problémák miatt. És ha addig nem nő a gyerekek száma, akkor azt fogom csinálni. Á! De nem kell, nem is kell tovább folytatnom a mondatomat, mert ez megszületett az újabb kölyök. Szálvia, egy lány. Egy lány született. Na. Oké, átnézzük, hogy ki mit csinál. Mert azért egy óra. Van egy fishermanünk, van egy erdészünk, meg egy blacksmithünk. Igen, a halászunk kaját készítő a fiatal gyerkőc, ha jól sejtem. Így van. Ő a... Nem, egy leányzó. Egy fiatal leányzó. Aki dolgozik most halászként. Na. Vagy pedig lehet, hogy átadták egymás között a dolgokat. Viszont a blacksmith most nem tud dolgozni, mert hogy elfogyott a fa. Úgyhogy akkor megyünk vissza az nem erdészezünk, hanem visszamegyünk nyájazni. Szia, anyu! Van egy kis ebéd! Na. Oké. És úgy látom, hogy összerakta a Wooden House-ra valót valaki. Úgyhogy azt igazából meg kell munkálni, csak egy hercmerre ránézek egy picit. Az erdészünknél nincs kaja. Viszont megy egy ügyeske anyuhoz. Sebességben vagyok 5-szörösben. Ugye pár adással ezelőtt történt ez a nagy K.O. a játéktól, hogy és éhhalál miatt meghaltak a kedves falusikáink, és emiatt ne az erdészem meghalt, éhen halt. Akkor miért nem jutott el neki kaja? Pedig van kaja. Nem tudott eljutni szerintem a kajáig. Van egy olyan érzésem. Tehát te nem jutott el a kajáig. Szegényke. Mert csak fázik a erdészem. Illetve a halazom. Itt pedig megvan a kaja, csak éppen micsoda nincsen nekik. Veteményes. Na, ám most viszik a halat, csak fáznak, szegények. Az a baj, nem tudok ezzel mit tenni, mindaddig, amíg ennyire kevés a létszám. Tehát megint 2-2 az arány. Erdészem halála miatt.
Viszont akkor én azt mondom, hogy a pásztort azért fogom most megkérni, hogy építse föl a házat, mert kellene nekem, illetve az erdésznek egy lakás, az jó lenne, ha itt lenne a közelében. Úgyhogy Herzment levesszük, és Bildernek bevesszük, hogy megépítse. Itt. 30 ütés kell bele, és ugye most már megvannak az eszközök, tehát innentől azért az eszközökkel rendben vagyunk. És reménykedem, hogy túléljük ezt az időszakot is. Ez az, alakul a molekula. Ő a Szália nevű gyermekünk. Ő a másik kölyök, szerintem. Aha, megszületett az ötödik birka. Jó, én azt mondom, hogy rámegyünk most megint az erdészre, hogy fát szerezzünk. Már most egyelőre úgy látom, hogy inkább plantolt, mint hogy fát vágott volna. Igen, most haza kellett mennie kajáért, én azt gondolom. Az viszont megnyugtató, hogy a gyerekek gondoskodnak a saját házukban a kajáról. Az viszont nem megnyugtató, hogy nem most mind a kettőben van kaja bővecskén, úgyhogy akkor megint azt mondom, hogy a halászatot azt most leállítom. Megkérem, hogy ezt a kettőt szállítsd el. Csak itt vagy, akkor leszedlek halászként, és akkor beteszlek téged erdészként. Nem halászként, erdészként. Nem woodcutter, idióta, forester, erdész. Jó, és akkor elvileg ezt a házat meg is kapod így magad mellé. Igaz, hogy a kaja így akkor most itt nincs még. De reményeim szerint lesz olyan okos, hogy elhozza magával ide a kaját. Cic! Bátor! Kaptam egy parancsot anyutól, hogy hívjam fel a bátort. Miau! Meg is jött. Is jött a fiú. Aha. Builderként pedig ő építi a halat. Nagyon jó a halas dokkot. Várjál, ezek ironok, akkor állj. Ne builderezzél. Hanem hogy állunk eszközzel. Iron Tool 5 darab, az most van bőven. Oké. Akkor... Hát mivel az erdész az nem vág, illetve fát vág. Vasból hogy állunk? 4 darab van még abból, az is rendben van. Akkor elküldöm kavicsozni. Kőfejtő vagy, nem? Kőfejtő. Azért.
pedig ide? Azaz, na arról van szó, most már jó. Időnként nem mész leli, úgy veszem észre. Na jönnek a logok, jaj de jó, jönnek a logok. Hát most egy ideig át fognak költözni. Forrester. Na most Tillison itt lát. Látom, hogy itt lakik. Viszont... kezd elfogyni a telecske. Hol van a gyerekes család? Ah, itt van. Jó. Az ötödik tavasz következzék, továbbra is négy hősen. Hát ez most érvágás volt megint ez a erdész elvesztése. Á, ide költözött a kőfejtő. És van kaja, meg halacska is. Jó van, oké. És a gyerekével együtt ide költözött. Nagyon jó, gyerekeivel együtt. Jó van. Na, hát igen, itt most ide-oda kell haladgatni, mert az a probléma jelen helyzetben, hogy nincs más, meg folyamatosan nézegetni kell, hogy mi az, amiből hátrányba vagyunk. Most szerintem az alapanyagokat, hogyha feltuningoljuk, mert a kaja az most rendben van, bár ránézek azért a foreszteremre, az erdészemre. Aztán lehet, hogy ide költözik az erdész is. Nem, itt van az erdészem. Ennek így micsodája van, Newtonja. Megint lehet jönni pásztorozni. Szerintem azzal megvárom az egyik kölyköt is, akkor most majd ráengedem a pásztorozásra őt, vagy, azt, vagy a kajálásra, nem tudom, hogy mindjárt ránézek. Esetre wool az van, 48. Meg mi van? Hide coat. Vagy építés szerzem? Nem tudom, kicsit elgondolkodom. Jön egy bátor, meg egy anya. Mi az? Jaj, köszönöm. De miért? Kaptam egy kis kekszet anyutól. A műsorszámban termék megjelenítés található. Köszönjük szépen. Na. Aha, már is fogyott a kajájuk. A faházban lakóknak. De a gyerkőc az megoldja elvileg. Nem. A probléma ott van, hogy nincs már tokkal. Úgyhogy akkor foresztelünk azonnal átmegy erdész halazni, és reményeim szerint nem fogja elfoglalni a halat magának. És reményeim szerint van annyi időnk, hogy várja, igazából van itt halacska, csak nem értem, hogy miért nem vitte el. Várjál, dobjuk be Liberalnek, hogy elvigye innen a halakat. Próbáljuk meg azt. Figyeljük meg azt a Liberalt. Kövessük. Lologoljuk. Mihaj! Ez aranyos ez a kép. Könyörgöm. Könyörgöm, azt csináld, amire én gondolok. Nem magadnak zsákmányolt be, hanem be a kunyhóba, és a gyerek elmegy érte. Üresen mész el, azaz. Na és akkor megy a gyerek. Így van. És viszi magával a halat, nem? Vidd már magaddal a halat, könyörgöm. Mit szedtetek? Álljon meg a nászmenet. Te jöttél új csákiért, nem? Igen. Abból 5 darab lett. Te pedig
Stevensonként, mint hoztál. A halat elvitted? Ne csináld. Könyörgöm, vidd el a kaját a srácoknak. Nem, elviszi a fát. Aha. Mennyi fában? Kettő. És hova akarod vinni? Jaj, ne, ki el akarja vágatni, nem? Nem. Jaj, a halashoz viszi. Oké. Okay. Ja, megvan a kaja baj. Ujj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 
Léből elmegy vissza halászként. Azonnal, azonnal. Ez így nem, ez nem megoldás így. Ez nem megoldás, ráadásul az anyuka éhezik? Igen, az anyuka éhezik. Nem, nem. Most mondom, ha meghal, befejezzük ezt a térképet is, megyünk egy másikra, mert ez ilyen körforgásként megy ez a dolog. De könyörgöm, mi a... Bocsért. Várjál, menjél te is valami kaja. Megőrülök. De levettem a munkát, most már az egyik gyermeke is éhezik. Jó, itt a Game Over, 3 gyerek halt meg. Illetve itt van a Game Over, mert 3 ember halt meg, és a felnőtt egyedül egy emberként pedig. Hát igen, átgondoltam, de nem jó irányba fordultak a dolgok, úgyhogy akkor elszíveljük, és a Dubon városunkat halálhadásorra küldtük. Hát ez van. Na, kilépünk a main menübe, és kérünk egy újabb térképet. Minden volt, hú, de jól hangzik ez a település. Más biomet kérek szépen, legyen mondjuk ez. Na, nézzük, mit kapunk. Pipik lesznek, azt már látom. Hű. Ó, itt van egy jó kis erdős rész. Jó, erdészünk itt. Azt már látom. Picsába pedig nagyon jól haladtunk. Na, kezdjük azzal, hogy... Blaster. Ne, pont nem férek el. Való közepére meg nem akarom berakni. Hát itt a kicsit a helyekkel lesznek feladataim. Mm-hmm.
Tuningoljunk be fával. Rögtön így az elején. Hát az lesz. Gyorsan elkészítjük a halasat. De már kerülni fog, már látom, hogy ilyen luxus valami. Jó. Oké, alap dolgok meg vannak. Áj, az ötször, öt, akkor oda egy más fog épülni. Na, akkor. Első körben megvárom, hogy megvárják, készítsünk egy olyat, hogy profil. Van itt 2, 3, 4, 5, 6. Csináljál egy 6x6-os profildet. És legyen egy gyümölcs fa is. Ez meg azért ide, mert 8x4, akkor pont ide egy elfér egy. Itt van más csoport. Ide is el fog férni. Dobjad ide. De úgy látom, hogy itt van lehetőség bőven dolgozni. Jó, oké, akkor várja. Fő. Hol legyen a kvar? Az biztos, hogy van itt kő bőven. Itt minden itt lesz szerintem. Hát itt most a Bionmal nem lettünk szerencsések, szerintem ez most így ilyen néhány perces kaland lesz, mert most azért rendesen dolgokkal nehezített helyzetben vagyunk. Mindegy, maradjunk így, aztán majd folytatjuk mindjárt tovább az utazást. Ide küldünk ki embereket. Gyertek építőink, akkor kérek egy ilyen adatot, és kérek ilyen adatot, hogy lássam mind a kettőt. Na várjál, és akkor gondolkodom, és akkor rögtön halásszal kezdünk. Oké, ez így jó lesz. És nincs olyan messze egyébként a storage. Legyen belőle gondunk. Jó, megvan az első? Nem. Ja, már beleütött valaki valamit. Ah, igen, elkészült a mező. Na nézzük, mit kaphatunk. Saláta vagy pumpkin? Menjen saláta, jó? Egyből két embert be is dobok. Bocsánat. Addig pedig
Innen szedjétek fel az összes forrást, amit itt találtok. És beleértve ezt a részt is. Most mindjárt kitaláljuk, hogy merre fele terjeszkedjünk, de szerintem rögvestén azt mondom, hogy... Hát ugye két irány van, ez vagy ez. Ez meg csak így azért, mert hogy a lakosságot akarjuk fejleszteni, meg itt megállítjuk az órát, mert megjött a halászat. Ja nem, még csak az első szakasza van kész az építésnek. Ajaj! Stop! Pipi! Egy ember! Na, egy ember! Oda! Munka! Na, gyerünk pipikéim! Hányat viszel oda? 8-at! Jó! Oké, oké! Tetszik! 10 lehet maximum a pipieinkből. Jó van, akkor pipi lesz ma! Pipi lesz most! És kész a halacska! 4 embert kérek is oda! Építészekből pedig most leveszünk nullát. Oké, gondolkodunk. Oké, kész a halászat, kész a cropfield, és kész a pipi is, amiből nyerünk, ugye... Nem tudom, valamit. Jó, készítsünk, legyen egy erdészünk, az fontosabbnak tartom most. Tanulva az eddigiekből, ötös, akkor az erdészünk. Itt kapja a falu belsejében a házát. Igen, már a tavern az 6x6-os. Ő 5x7-es. Blacksmith másik 5x7-esünk. 6x6-osunk. És ez is 6x6-os. Jó. Oké, a mine az nagyon nagy. És a quarry-t meg már ismerjük. Jó. Oké, forestert kell készíteni. Az most sürgős lett. Nem kell szerencsére innen eltüntetni semmit sem. Viszont házat építsünk, hogy legyen lakosság. Jó, első körben ennyi, azt mondom, és akkor majd utána dolgozunk a továbbiakon. Szóval builder kell, úgyhogy laborerből legyen csak 2, és építészünket pedig megkérem, hogy várjál, hova akarod a másik emberkémet? 2 ember idejön, azt érte. A forestert 2 ember csinálja, a wooden house pedig 1/3. Jó, oké, rendben van, tetszik. Forester az sürgős, ne feledjük el, az sürgős. Ez fontos lenne, hogy megcsinálja magát. Mondjuk egy 6x6-os majd ide el fog férni. Valami. Szerintem a bárt fogom berakni ide. Vagy majd kiderül. Mennyi az iskola? Ez mondjuk érdekelne engem. Ó, 6x4, nem 6x5-ös. Szóval nem fértem volna be ide. Kórház az egy 7x6-os.
városháza az ide beférne, szerintem nem fér be. Ide viszont beférne, ha az a ház nem lenne már ott. Van egy templom, az majd később is egy temető, az majd akkor, amikor lesz rá helyünk. Szerintem egyébként ezekkel be fogjuk tölteni a temetőt. Szerintem az lesz. Remélem érthető. Na mi? Bazd meg! Elment az adásidő. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Sziasztok!